Na, a mai cucc, higgyétek el, baromi érdekes lesz, mert mégis ebben a mai világban mi lehet olyan nagy szám egy mikrofonban, úgy, hogy mindenki streamer, podcaster, tiktoker, meg minden. Milyen fantázia van még ezekben az eszközökben, meg hogyan lehet felhasználó barátabbá tenni őket? Remek kérdés, örültem volna a 10 évvel ezelőtt ilyen kompakt megoldásoknak. A mai cokmogunk a Rode XDM 100-as kis mikrofonja, amiben az a vicces, hogy ez egy komplex megoldás, pedig csak egy mikrofon. Mindjárt elmondom, miről beszélek. Bontsuk ki! Meglepően racing ez az egész, hallod? Ez a piros doboz állati menő. Szóval a titok egyébként a dobozzal kapcsolatban az itt le is van lőve, mert itt írja, hogy Dynamic USB Microphone, ami ugye egy jó kis irányadó dolog, hiszen egy dinamikus mikrofonról van szó, ami nagyon jól tud jönni akkor, hogyha például ti olyan fajta podcasterek vagytok, aki a vendéggel úgy beszélget, hogy egyszer csak elkezd ordibálni, mint egy állat, akkor mondjuk egész jól tud jönni, már csak úgy a tulajdonságai alapján is, de a lényeg az End Virtual Mixing Solution. Ugye az a, úristen hangmérnök vagy, hogy mi a tököm, mindenféle nagy keverőpultokat, elméletileg ez a cucc nem hogy kiváltja, mert nem szolgáltat mellé olyan dolgot, hanem egész egyszerűen kapunk hozzá egy virtuális keverőt, ezáltal ugye egy ilyen mini stúdiót tudunk csinálni ezzel a kis cuccal. Nézzük, mi van benne. Oh. Azt mondja, hogy azt figyeljen, el a következő szintre az audiónak, Jani. Első lépés, dugd be a mikrofont. Második lépés, törzs le a Unify szoftvert. Harmadik, get connected. Egy. Kettő, milyen ízléses. Három. A rohadt életbe, de nehéz ez a mikrofon. Nem véletlenül izgalmas ez a téma, hiszen a Rode, ahogy szokták mondani itt a Vadkeleten, ezt a témát nem ma kezdte. Mert hogy ez egy igazi quality dinamikus mikrofon. Azt a mindenit. Van súly. Szóval, az egész egyébként egy dinamikus mikrofon, rajta egy gain szabályzóval, egy fülhallgató kimenettel, ami tök jó, hogy közvetlenül van rajta egy kontroll, mert ugye egyben vissza tudod hallani, hogy mit hallasz, ez egy jó dolog, és nyilván valamivel nincs hozzá keverő, így a cuccon kell rajta legyen, és az egésznek az alján van egy USB-C. Annyi. Van hozzá egy kábel, ami amúgy hasznos információ lehet. 3 méter? 3 méteres USB-C kábel? Ez szállítás közben elveszett, Jani? Van hozzá egy shock mountunk, ami ugye annyi célja van ennek a cuccnak, ha esetleg nem ismeritek, hogy ugye ebben a házban van a mikrofonunk, ezt a cokmókot beletekerjük. Ez arra való, hogy amikor a mikrofon így mozog, vagy mondjuk megcsapod, vagy bármi hasonló történik, nyilván akkor azért belehallatszik, de ezt a mozgás hangot, amikor a tartórúdon, amit ugye most már innentől kezdve ide fogunk becsavarni egy mikrofonállványra, a tartórúdon mozog a mikrofon valami miatt, akkor ugye ezt nem hallatszik bele a műsorba. Van még egy kiegészítő dobozocska, amiben pedig van egy jack hosszabbító, és van benne egy ilyen cokmók, ez keyed, tehát csak egyféleképpen lehet feltenni. És akkor most már van egy popfilterünk is rajta, ami abban segít, hogy ez a ez ne olyan legyen, mint amilyen akkor szokott lenni, amikor én csinálom. Oké, eddig azt mondom, nem rossz, nem rossz. De a lényeg a szoftver. Na, mi kell nekünk itt nagyon-nagyon gyorsan? Igazából egyszerű a dolog, hoztam egy kis állványkát, hogy valamire rá tudjuk tenni. Igazából, hál' Istennek a csatlakozóval abban a pillanatban működik. Én berúgom itt ennek a végébe. Érzed? Érzed már? Kész. Unify, before getting started, please connect all audio devices. Most? Igen, és abban a pillanatban már felismerte az audio device-unkat. Van system, chat, music és game alapból bent. Update required. Update-elnem kell a mikrofonomat. Egy húzással behúzta a forrásnak a mikrofont. Finish. És itt a keverő. És minden működik. Oké. Okay. A shortcut videó végén elmondom, hogy ez miért olyan izgalmas, meg gondolom, hogy eddig nem derült ki. Hol akarom a hangom, Jani? Jó. Na ez a durva, Jani. Ez a durva. A durva az, srácok, hogy... Tehát a Windows hangot is hallom. Mert hogy ez, és én ezt teljesen rosszul gondoltam, ez a jack kimenet itt, ami idejön, ez nem a mikrofonnak a kontrollja, hanem a szoftvernek. Tehát én itt a mixet hallom. Tehát hallom azt, hogy a streamben, vagy a videóban, milyen arányban lesz
a YouTube videó mennyivel hangosabb, mint én, a videójáték mennyivel hangosabb, vagy halkabb, mint én, ha Janival beszélgetek egy Discordba, akkor ő mennyire hangos a játékhoz képest, és az én hangomhoz képest, na elmész a picsába. Azt látjátok, halljátok, hogy működik, én itt kontrollba hallok mindent, ahogy elmondtam az előbb. És itt van a stream szoftver, amin belül hangeffektekkel tudok operálni, amiben van egy csomó ilyen beépített cucc, szóval tudok ilyen jéj, meg mindenféle hangot bejátszani, ahogy az lenni szokott, illetve minden hangsávot, amihez ugye társítok, vagyis minden forrást, amihez ugye én testet tudom szabni, hogy mit társítok, külön tudok szabályozni. Tehát, ha mondjuk egy videójáték streamről van szó, akkor a játék hangját külön tudom állítani az én hangomat, ha valaki bent van a chatben, mondjuk egy hard mode stream van, akkor az ő hangereit. Az egyik különlegessége ennek a mikrofonnak, hogy ebben már beépített DSP van, ami egyébként egy egészen nagy újdonság így a asztali streamer mikrofonok tekintetében, így maga a hangfeldolgozás rész, tehát az összes effekt, meg minden cokmok, amit a Unify-ba állítotok, az itt zajlik le, nem pedig a processzorunk foglalkozik vele. Ez két dolog miatt nagyon-nagyon előnyös. Az egyik az, hogy nem terheli a processzort, a második, szintén fontos dolog pedig az, hogy többek között emiatt is érhető el az ultra low latency, tehát hogy nem csak a kontrollban nincsen késés, vagy a monitorhangban, hanem magában a streamben sincsen késés, így nem kell folyamatosan állítgatni a delay-t a kamerához képest. Erről tudnánk nektek mesélni, hogy ez hogy működik. Egyébként nem annyira jó. Ami még nagyon klassz dolog itt a Unify-ban, hogy a mikrofon karakterisztikáját, azt alapvetően innen a szoftverből, természetesen az összes többi mixer tulajdonságon kívül is tudjuk állítani. Tehát tudunk külön noise gate-et, kompresszort, egyéb dolgokat állítani. Az advanced mód lehetővé teszi azt, hogy erre még nagyobb rálátásunk legyen, innen tudjuk digitálisan állítani a gain-t, a high pass filtert, mindent, amit el lehet képzelni, úgyhogy ez egy baromi klassz dolog. Szóval ez tulajdonképpen egy ilyen all-in-one megoldás, akkor is, ha egy podcast műsort csinálok, és egy videót akarok mutatni, vagy van egy betelefonálóm, vagy teljesen lényegtelen, miről van szó. Ez egy komplex megoldás abban a kis dobozban erre az egészre. Elmondom, hogy ez miért bosszantó, de borzasztóan. Ez azért bosszantó, mert ez az egész hóbelebanc, minusz ez a Rudi, mert az a miénk, kiváltja azt az egész szart, ami a stream setupunkban van. Annyiért, mint amennyibe kerül a mikrofon. A minőségét pedig halljátok, és... Na mindegy, kérdéseket vett fel, ilyenkor az ember átgondolja, amikor ilyen komplex megoldások érkeznek, hogy hogyan szeretné csinálni a dolgait, vagy hogy csinálta volna. Igaz? Nem tudom, hogy ez csak egy ilyen tanács nektek, vagy sem, de egyébként bármilyen USB-s mikrofonnal működik ez a szoftver. Az a viccesebb, Jani, hogy most hallgatom vissza, amit felvettem, hogy ez így, ahogy van jó. Semmit se állítottam rajta. Semmit. És... Hát szerintem jobban szólt a happy hour, mondjuk. Persze ez a mi hibánk, de akkor is. De teljesen jól szól, úgy nem nyújtam hozzá. Előttem a szoftver, benyugtam. Francba! Remélem, hogy nektek is érdekes volt egyébként abból a szempontból ez az egész kis content egy ilyen kis gyors unboxingra. Az a rendszer, amivel meg kellett küzdeni abban az időben, amikor még nem mindenki és az édesanyja csinált műsort az internetre, akkor ugye mikrofonerősítőkről, keverőpultokról, cloudlifterekről és egyéb rendszerekről beszélgettünk, amihez be kellett szerezni mindenféle ilyen-olyan-olyan dolgot. Most ez egy ilyen kis dobozban megvásárolható egy igen nagy múltú gyártótól, ahol nem kell félni attól, hogy vajon milyen minőség a mikrofon, stb. És egész egyszerűen azért is gondoltam, hogy elvállaljuk ezt a videót, mert szerintem nagyon érdekes és nagyon izgalmas, hogy megint mennyi mindent egyszerűsít a dolgokon, és mennyivel egyszerűbb ez az egész. És tulajdonképpen egy ilyen kezdőszetként gondolva erre, hiszen hogyha mindent nézünk, amire szükség van egy ilyen cucchoz, ez egy elég olcsó megoldás, top minőséget tudsz nyújtani egyből. Írjátok le kommentbe, mit szóltok hozzá? Nektek hogy tetszik ez a cucc? Minőségben ti mennyire vagytok elégedettek abban, amit itt hallottatok azzal, amit egy ilyen kis komplett csomag tud nyújtani? Legközelebb találkozunk. Szevasztok!